Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. Erre még nem volt példa, hogy egy játék miatt emberek milliói járkáljanak süketten és vakon a világban. Ezt írta az egyik nyíregyházi származású blogger Sándor Alexandra Valéri a Pokémon Go-ról. És hogy mennyire igaza van, az is mutatja, hogy szervezett Pokémon vadászatot hirdetnek Nyíregyházán is. Erről beszélgetek következő ifjú vendégeimmel, de még mielőtt lelőnénk a poént, hogy mikor indul a vadászat, és egyáltalán milyen keretek között. Beszéljünk arról, hogy mi is ez a Pokémon Go, meg mi ez a vadászatőrület. Hát, hogy stílusos legyek, Mácsai Gergő, téged választalak. Köszönöm szépen. A Pokémon két régen egy mese volt, egy rajzfilm mese, amiből 2016-ban egy alkalmazást csináltak, ami igazából egy teljesen egyszerű dolgon alapul, le kell tölteni az alkalmazást bármilyen telefonra, majd nincs más dolgunk, mint pár perc után, mert mi is vadászhatunk a Pokémonokra. Ezek a kis Pokémonok, ez ilyen rajzolt kis állatkákra hasonlító kis szörnyek végül is, amelyeket el kell fogni úgy, hogy az utcán járkálunk. Na de hogy? Hogy működik maga az alkalmazás, és mi a lényege? Az alkalmazás úgy működik, hogy helymeghatározást kér, illetve hozzá szeretne férni is a kamerádhoz. Miután te ezt a kettőt úgy döntette, hogy megadod az alkalmazás számára, akkor megjelenünk egy térkép, látni fogod saját magadat, és hogyha elég közel kerülsz egy Pokémonhoz, akkor az meg fog jelenni a térképen, majd nincs más dolgunk, mint rákattintani, és akkor a kamerával, ami a telefonnak a kamerájával el tudjuk őt kapni, hogyha elég ügyesek vagyunk, és akkor azonnantól a miénk lesz. Lehet, hogy akkor itt a Weekend stúdiójában és díszletében is vannak esetleg rejtőző Pokémonok, lehet, hogy itt esetleg mögöttem, mellettem, vagy éppen itt. Mi a lényege? Tehát, hogy minél több Pokémon begyűjteni, vagy minél értékesebb Pokémonokat begyűjteni, mert gondolom vannak azért szintek, hogy nem tudom, egy Pikachu tök érdekes, meg értékes, egy másik pedig át kevésbé. Igen, olyan átlagos. Igen, ezeknek vannak külön szintjei, és miután az ember elég sokat járkált és játszott ezzel a játékkal, akkor magas szintű lesz, majd pedig később tudnak egymás ellen csatázni azok a gamerek, akik járkálják, vagy járkálnak az utcán és gyűjtik a Pokémonokat egész nap. Na hát remélem azért akkor így helyre rakott mindenkit ez a kis egyveleg, amit most így meséltél ugye a Pokémon Go-ról, mint alkalmazásról. Nagyon sokat lehetett olvasni, hallani, hogy többen mondjuk megsérültek, ne adj Isten, meg is haltak ugye a Pokémon Go miatt, de hát lehet ezt értelmesen használni, úgy, mint bármi mást, ezt az alkalmazást is célszerűen. Mi ez a Pokémon Go vadászat, amit Nyíregyházán szerveztek, Gergő, másik Gergő, mert a Nyíregyházán a fiatalok megmozdultak, és szerveztetek egy ilyen versenyt, vagy jamborit? Igen, ez egy vadászat lesz, igazából augusztus 5-én, 17 óra 45 perctől regisztrálhatnak be az előzetesen jelentkezettek. Ez a program igazából arról fog szólni, hogy a Pokémon vadászok Nyíregyházán egy közös pontra, a Mustárházba, a Szent István utca 20 szám alá összegyűlnek, ott beregisztrálják magukat és leellenőrizzük az adataikat. Utána egy rövid megnyitó után és a szponzorok megemlítése után elindul a vadászat. Na most ezt a vadászatot úgy kell elképzelni, hogy egy óráig van, hogy a városba bárhol Pokémonokat fogjanak be. És igazából bárhol lehetnek a Pokémonok, és úgy lesznek a helyezettek, hogy első három helyezett plusz egy külön díjas. Az első helyezetteket úgy fogjuk kiosztani,
hogy minél több Pokémont befogott, például, hogyha befog valaki 25 Pokémont, akkor ő az első, aki 24-et, ő a második, és így tovább. A külön díjas az meg az lesz, amit már említettél, hogy aki értékes Pokémont fog be, mert lehet ilyen nem értékesből sokat befogni, de aki értékeset befog, hogyha egyet is, lehet, hogy esélyes lesz a külön díjra. És igazából az a cél ennek az egésznek, hogy összehozza a vadászokat, új ismerettségek legyenek, persze, hogy a diák polgármesterje is megismertesse magát a fiatalokkal, valamint egy ilyen, hát nem is tudom, hogy kell ezt mondani, ilyen csapatösszerázó igazából, hogy a nyíregyházi fiatalok így hányan egy közösség legyenek. Hányan mozdultak meg erre a furcsaságra, vagy számomra furcsaságra? Hát több mint 500-an most már eddig úgy néz ki, abból 200 jelentkező és 300 érdeklődő van a verseny iránt, aki lehet, hogy el fog hozzánk jönni. A legértékesebb Pokémon hol volt Nyíregyházán, amiről ti tudtok? Hát én úgy tudom, hogy a Stadion utcán volt az eddigi legértékesebb Pokémon. Hát egy nap alatt el is terjedt a hír a városba, hogy ott befogták, és ott utána olyan tömeg volt, hogy ők is be akarják fogni, hogy az valami eszméletlen. Mi volt ez a Pokémon? Snorlax. Úristen, ez milyen? Ez a Snorlax? Hát, mint egy nagy maci, egy nagy medve. Hát akkor remélem, hogy a Stadion utcán a telezöld megszűnése után még több Pokémont lehet majd vadászni, most már biztonságosabban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Még egyszer mondd el, hogy mikor lesz a Pokémon vadászat? Augusztus 5-én, 17 óra 45 perccel. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát remélem tényleg sokan leszünk a Szent István utcán, ugye az ifjúsági házunkba. Én pedig átlibbenek a másik stúdió részletben, hiszen itt van a már jól ismert Sütő Attila bartender és mixer, aki finom koktél fog nekünk készíteni. Ismételten szia! Most egy kicsit több idő lesz, mint pár héttel ezelőtt volt. Hát a nyár az dübörög, kánikula, füllet meleg, mivel frissítsük fel most magunkat? Most per pillanat egy Florida koktéllal fogunk. Ú, de jól hangzik. Mi az alapja? Narancslé, abból van a legtöbb benne, aztán egy kis citromlé, és hogy színt adjunk neki, egy kis grenadin. Na de természetesen alkohol nélkül. Nélkül, pláne ebben a nagy melegben. De ha valaki este fogyasztja, vagy délután, vagy akár napközben is, ha úgy van kedve, nyugodtan egy kis vodkát, egy kis rumot bele lehet csempészni. Házi asszonyok ezt könnyen el tudják készíteni, tehát ez egy relatív egyszerűbb koktél? Igen. Igen, teljesen egyszerű, tehát semmi akár, nagy... Akár, hogyha lassan csinálod, akkor el lehet majd lesni a technikát. Igen, akár te is megcsinálhatnád, de... Na, azért annyira nem, már felcsillant a szemed, azért annyira nem, inkább legyen ez profi, és akkor ezt lessék el a nézők is, hogyha úgy van, csinálj, alkoss valami finom Florida koktélt, és akkor megnézzük, hogy hogy is csinálja egy profi bartender. A jéggel kezdünk, mint mindig. 3 kiló jég, na nem, csak két, csak két és kanálka. Jó, berakjuk hűlni, és akkor kezdjük a jelleget adó narancslével. A narancsléből mennyit mérsz ki? Hát ebből egy olyan 8 centet nagyjából. 8 centiliter narancslét, mindenki jegyzetel otthon a televíziók előtt. Vagy ahogy Hája Zsigmond kollégám mondaná, két feles. Jó. Az pedig citromlé. Abból gondolom azért kevesebbet. Ebből kb. A felét a tehát egy 4 centiliter. Igen. Jó, és most jön a végén a grenadin. Ezt nem fogom mérni. Ha ez nincs olyan... otthon ilyen grenadin, akkor mi az, amivel lehet helyettesíteni? Akár szörp. Jófajta málna szörp, bármi, az is tökéletesen megfelel. Na, akkor a málna szörpöt javasoljuk a nézőknek, hogyha nincsen otthon. Ebből pedig amennyit szeretnénk? Egy olyan másfél, maximum 2 cent egy ilyen mennyiségben. Jó, akkor ezt most ügyesen határozott. Na, azt azért mondd el, hogy milyennek a szakmai neve. Maga az eszköz a csak séker, csak is simán. Jó, oké, séker, akkor ez a konyhai kihogy, kifejezés helytálló. Most pedig egy kis módszertot hallhatnak a nézők zenei aláfestésként, csak viccelek. Túl sokáig nem kell, úgy vele rázogatni. És akkor a poharunkba is teszünk, mert... Az úgy jobban néz ki. Jobban néz ki, meg kell is. Kell is bele.
Igen, és akkor szépen... Úgy nagyon is jó, hogyha megtartod, mert akkor a kollégek fel tudják venni, csudi szép koktélunk hogyan hagyja el a mixer shakert. Úgy gyönyörű színe van. Igen. Na, de mivel lehet ezt díszíteni, hogyha megvan egy ilyen csodás, kellemes, narancsos, vagy éppen málna szörpös finom koktél? Jelen esetben hoztam, már azt előkészítettem, egy ilyen kis kardra tűzött. Jaj, de jól néz egy kis koktélcseresznye, és mellette egy kis menta ágacska. És ez így. De akár citrom, gerezdel, narancsszelettel, minden ehető dologgal lehetne. Csillagán is, bármivel lehetne díszíteni. Mik a standard koktélok amúgy, hogyha nyár van, meleg van, akár alkoholos, alkoholmentes verzióban ugye el lehet készíteni szinte bármit, de hogy biztos van olyan, amit mi magyarok nagyon szeretünk. Például a mojito, a mentás, lime-os, az nagyon, szerintem nagyon dübörög, azt nagyon szeretik. De az inkább úgy fiúk, lányok, vagy olyan vegyes? Vegyes, az vegyes. A tipikus női ital talán ez a pinyakoládás dolog, vagy a kókuszos, a tejszínes, rosszul gondolom? Már szerintem megváltozóban. Na. Én úgy veszem észre, hogy már nem feltétlenül azt fogyasztják, ezt a krémes, tejszínes, túlzásban édes ízhatású italokat, hanem inkább a hölgyek is már, akár normál italfogyasztásban is már inkább a pálinka felé húznak a manapság a hölgyek is. Vagy akár mondjuk egy ilyen kellemesebb, lágyabb koktél felé. Milyen jellegű szörpöket ajánlasz, hogyha ebben nagy nyári melegben vagyunk? Legyen akár egy bodza. De frissen. Az is frissen. Jaj, bodza, málna, bármi jöhet. Bármi jöhet. Milyen trendek vannak most a nagyvilágban? Te mit látsz amúgy, hogyha a szakmádon belül esetleg kikinézegetsz határokon túlra, hogy van esetleg olyan őrület, ami esetleg hamarosan megjelenhet, vagy egy olyan íz, ami felé kacsingathatunk a közeljövőben? Nem találkoztam semmi új dologgal, ilyen kirívóan új dologgal, még nem. Nem mostanában. És azon gondolkodom mindig, hogyha koktélról, akár alkoholosról vagy alkoholmentesről van szó, akkor lehet még újat alkotni szerinted? Ez olyan, mint a zene. Igen, nehéz. Minden riffet kitaláltak lehet, már? Hát csak számon van tartva több mint 6000 féle koktél legutóbbi értesüléseim szerint, de szerintem végtelen a sor. Most valamit megcserélünk valamivel, és az már máshogy lehet hívni. Van olyan, amit úgy a sajátodnak érzel esetleg, amit te találtál ki, vagy úgy te fejleszgettél? Egyszer egy mixer versenyen igen, voltam, és ott rögtönözni kellett az adott alapanyagból, kellett kitalálni egy még elvileg nem létező italt. Hihetetlen nehézségek elé állítják amúgy a bartendereket, mixereket is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bemutattad ezt a kicsit citrusosan, mégis édeskés finomságot. Remélem, hogy hamarosan még egy különlegességgel kápráztatsz el bennünket és a nézőket. Mi pedig nem sokára jövünk vissza, hogyha jól tudom, akkor egy kitűnő bejátszást készített kolléganőnk, Nagy Boglárka, vándorkiállítás érkezett ezen a héten Nyíregyházára, méghozzá a Levéltárba. Ezúttal az első világháború társadalmi hatásairól tudhatnak meg érdekességeket a látogatók. Közel 150 történelmi dokumentumból álló kiállítás nyílt a megyei Levéltárban. A szakemberek eddig nem ismert forrásokat is felhasználtak annak érdekében, hogy bemutassák, milyen hatással volt a hátországokra az első világháború. A kiállítás az első világháborút, az úgynevezett nagyháborút, annak gazdasági és társadalmi hatásai vonatkozásában vizsgálja, mutatja be a levéltári források felhasználásával. 16 darab molinón van ez az anyag kiállítva, amely itt a levéltárban megtekinthető lesz, viszont a Magyarországos Levéltár munkatársai, dr. Völgyesi Zoltán vezetésével, a főosztályvezető vezetésével elkészítették ennek a kiállításnak a virtuális változatát, ami nyilvánvalóan egy még nagyobb anyagot dolgoz föl, és kínál az érdeklődő közönségnek.
Az első világháború nem csak hadtörténeti szempontból jelentős, gazdasági és társadalmi hatásai is voltak. Ez volt az első olyan háború, ahol tömeghadseregek vettek részt. A tömeghadseregek azt is jelentik, ezeket a katonákat el kell látni fegyverrel, lőszerrel, élelmiszerrel, ruházattal. Ez egy óriási kihívás a korabeli gazdaság számára, amit a hátországnak kell megtermelni és kiszállítani a frontra. Vasút már van háború alatt, tehát a vasút oldja meg a hadseregnek az ide-oda szállítását, viszonylag gyorsan át lehet csoportosítani is a hadsereget, ezért mozog a front több helyen, bár a védekezés dominál, és lövészárkokba beássák magukat a katonák, így aztán pihenő időben, például levelezésre is jut idő, ezért is van sok levél, meg van sok napló, háborús napló. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914 és 1918 között közel 9 millió férfit hívott be katonának, így a 20-as éveiben járóktól kezdve az 50 éves férfiakig mindenkit alkalmazott a hadsereg. Ami legnagyobb változás az az, hogy azáltal, hogy a férfiak tömegesen frontra mennek, ott marad a háttérország férfi munkaerő nélkül. Képzeljük el azt a falut, ahonnan elvitték a férfiakat, és elvitték a lovakat, mert a lovakat is bevonultatják, hiszen kell az igőerő hadseregnek. És ott marad anyuka, gyerekek és az idős nagyszülők, lovak nélkül, és szántani kell. Ugye képzeljük el ezt a helyzetet. Persze szakaszosan majd engednek haza katonákat aratáskor mezőgazdasági munkára 1-2 hétre, de a mezőgazdaságban például nagyon nagy termelés visszaesés lesz. 1917-ben már kétharmadára esik vissza a gabonatermelés, 18-ra már a felére esik vissza gabonatermelés. És ott vannak a nők, akik mellől elvitték a férfit, és esetleg több gyereket nevelnek, és korábban nem dolgoztak. A visszaesés miatt már a háború utáni első évben bevezették a jegyrendszert. Egy másik társadalmi hatása, hogy nők tömegei kényszerültek munkát vállalni. Először a háború alatt kezdett elnői esedni a tanítói pálya, de az egyetemi arányok is megváltoztak. 1917-re a budapesti bölcsész hallgatók nagyobb része már nő volt. Éppen azért, mert nagyon nagy hiány van, éppen azért, mert a hadsereg mindenkit visz szinte, mondjuk szakmunkásokat mentenek fel hadiüzemekben, ezért képzett és diplomás emberekből hiány van. Megszületik a javaslat, ami korábban nem volt, hogy jogi pályára és műegyetemre is engedjék a nőket tovább tanulni, menni. De még a hadsereg is alkalmaz nőket. Ott vannak az ápolónők ugye a hadikórházakban, de kisegítő konyhai munkára, sőt, irodai munkára, gépíró kisasszonyt alkalmaz a hadsereg. Ez mindenképpen egy nagyon nagy változás, aminek nem lesz vége akkor sem, amikor a háborúnak vége van. Igaz, hogy a férfiak visszajönnek a hátországba, és ezért kicsit a női munkavállalás visszaabszorul, de már nem megy vissza a háború előtti szintre. Ilyen értelemben a háborúnak nagy társadalom átalakító szerepe is van. A megnyitón az is elhangzott, a magyar társadalom keveset foglalkozik az első világháborúval történelmi jelentőségéhez és utóhatásához képest, pedig fontos megismerni a hátországban történteket is. A vándorkiállítás egy hónapon át látogatható Nyíregyházán, a tárlat virtuális változatát pedig a Levéltár honlapján bárki megtekintheti. A virtuális kiállításnak az az előnye, hogy nincs annyira helyhez kötve, és nem korlátozott a tárhely. Ugye egy kiállító teremnek, az ott lévő tárlóknak korlátozott kapacitása van, hogy mit tudunk kiállítani. Még hát a honlapon virtuális kiállításban tulajdonképpen végtelen a tárhely lehetősége. Mondok egy példát, ha mondjuk ki akarunk tenni egy naplót, akkor a tárlóba ki tudjuk tenni a naplónak a fedőlapját, vagy ha kinyitjuk, akkor két oldal látszik. A virtuális kiállítás, mert az egész látszik, hiszen minden oldal digitalizálva van, és a néző, látogató az lapozhat. Vagy egy fényképalbumnál ugyanaz a helyzet. A hagyományos kiállításnak ki tudom nyitni a fényképalbumot, és akkor mondjuk két oldal látszik, még a virtuális kiállításnál gyakorlatilag az összes kép digitalizálásra kerül, és így módon szintén a látogató mindent látogathatja. Hát a harmadik nagy előny az pedig az, hogy a látogató sincsen helyhez kötve, ugye bárhonnan, ha van egy számítógépe, egy laptopja, egy okostelefonja, megnyitja, nézegeti, közben nem kell neki bemenni 32 fokba, egy intézménybe, hanem lógathatja a lábát a Balatonba, kimehet Nyíregyháza sóstóra, utazhat vonaton, ülhet otthon a hűvös lakásba, és nézegetheti a
kiállítást, és a virtuális kiállításnál is fel van téve gyakorlatilag a hagyományos kiállítás katalógushoz hasonlóan az iratleírás, bevezető hozzá, tehát nem csak az iratok magukban, és nincs teljesen magára hagyva az olvasó, ilyen módon tájékozódni tud. Egyébként az Országos Levéltárban több ilyen virtuális kiállítást csináltunk már, hogyha mnl.gov.hu című honlapra felmegy a látogató, ott több ilyen virtuális kiállítást találhat, és közte találja meg a Hátország a nagy háborúban címűt. Vastag Csaba, Vastag Tamás és Kis Ramona is fellépett a szabadtéri nyár legutóbbi előadásán Nyíregyházán. A Bánfalvi Stúdió a Grease című musical nagy sikerűs lágereit hozta el a szabadtéri színpadra. A dalok mellett a tánc és a színpadi látvány is egyedülálló élményt kínált a közönségnek, most pedig önöknek. Eugene, gyere csak vissza! A banda. Ez a subidubidubabba, dubidubab, suba. Ne hitt, hogy parancsa. A subabba, dili-dili, csiri-dili, dubab. Csin-csin, csiri-bukta. Egy az úrvali járó. Oh, yeah! Kit alakítasz ebben az előadásban? Dani leszek, Dani Zukó a Grease című színdarabban. Nagyon-nagyon szép dolog ez, és nagyon megtisztelő, hogy ezt a szerepet kaptam most még ennyi idősen, mert azt hiszem, hogy később már ez nem volna lehetséges, bár a Travolta is viszonylag idős volt már ahhoz, hogy középiskolást játszon, de ezt most még pont elcsíptem szerintem így utolsó rendülettel. Nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon komoly feladat volt, nagyon komoly abban a tekintetben, hogy a legtöbben, akik nézik, a filmet várják viszont, illetve a film az etalon, ahhoz hasonlítanak, és emiatt az a baj, hogyha ugyanolyanra csinálod, mint a filmen, akkor azt mondják, hogy na, lemásolta. Ha meg másfajtát csinálsz, mert hogy saját magadból táplálkozol, akkor meg azt mondják, hogy na, nem tudta megcsinálni azt, ami a filmben van. Úgyhogy a kettő között próbáltam megoldani a helyzetet valahogy magamból kiindulva, de mégis a film nagyon fontos momentumait nem kihagyva úgy raktam össze, hogy azért mindenki megtalálja azt, amit keres benne. Merre nyomultál a nyáron, Deni? Hát csak a parton lógtam elég sokat. Te újítottál csajokat? Csak egyet, de az eléggé rendben volt. Mennyire áll közel hozzád ez a feeling, ez a Grease feeling? Közel áll nagyon, olyannyira, hogy ezt a filmet, ha jól emlékszem, egy olyan 17 000-szer láttam eddig. Gyerekkoromban az egy kedvencem volt. Kicsikorunkban a hajunkat is úgy csináltuk mi is azért, mint a filmben. Plusz én még táncoltam is 12 évig. Rásul pont akrobatikus rakendolt, melynek azért szorosan van köze ez a kultúrához. Úgyhogy ez egy ilyen effektíve, talán az egyik legfontosabb film nekem. Nem iszom, na ne, de rogál nekem, cigiből egy szál is sok már. A szoknyám alatt kezed mit mondtok, Marilyn, ne próbálkozzál! Fűz meg mind a nyompecek, állat összes kompecek, én bőrizdé vagyok. Mit képzesz? Hé, szét lábat nem teszek! Sokta, hó nem észleli, én vagyok a Grace Kelly. Nincs addig szex, még egy princ el nem vesz. Ez van, fiúk, sorry! Milyen volt a találkozása ezzel a szereppel? Az a helyzet, hogy igazából majdnem, hogy szerepálom volt nekem maga Rizzo, de az mindenképp, hogy a Grease produkcióban részt vehessek, úgyhogy ez az álmom teljesült. Nagyon szeretem ezt a karaktert, ugyanis azt gondolom, hogy ez a karakter az, aki a színpadon néha boldog, néha boldogtalan, sír, veszekszik, de közben belül egy nagyon érzékeny csajszi, aki ezt próbálja titkolni, úgyhogy egy izgalmas szerep ez nekem. Azt gondolom, hogy ez egy olyan karakter, ami nagyon jó kis színészi kihívás elé állított engem, és a rendezővel, Szurdi Mikivel sokat dolgoztunk azon, hogy megpróbáljuk tökéletesre megcsinálni ezt a Rizzot, és egyelőre a nézői visszajelzések alapján talán sikerült is. Ön szerint miért szereti a közönség? Azt mondom, hogy évtizedek óta ezt a darabot, illetve a filmet.
Én azt hiszem, hogy nagyon sok generáció, többek között én is ezen nőttem fel, és ahogy látom az embereket, amikor meghallják a Grease-nek a zenét, akkor mindenkinek elkezd mozogni a lába, elkezdi dúdolni a dalt. Ez egy kultuszfilm, és John Travolta, Olivia Newton-John szerintem örök lesz.